A programozói és webfejlesztői munka otthonról is végezhető, viszont közösségben sok segítséget kaphat a munkájához, mondta Tóth Csaba, szabadkai webfejlesztő, aki mintegy fél éve csatlakozott a szabadkai Startit központhoz. Igazából én otthonról dolgoztam éveken át, tehát a saját lakásomból, természetesen annak is megvannak a saját előnyei, de aztán egy idő után, mert ez szerintem emberfüggő is, tehát attól is függ, hogy kinek milyen a személyisége, meg milyen igényei vannak. Nekem egy idő után az nem tudtam igazán szétválasztani a munkát, meg a magánéletet, meg hiányzott az, hogy felöltözzek normálisan, sétáljak egyet, eljövök a központig, stb. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó váltás volt, amikor az egyik barátom hívott igazából, aki már itt dolgozott, és tényleg azt mondhatom, hogy a produktivitásom az körülbelül a duplájára nőtt azóta, mióta itt vagyok, mikor ide jövök, akkor tudom, hogy ide dolgozni jövök, és akkor sokkal jobban erre tudok koncentrálni. A másik dolog pedig az, hogy akik itt vannak, azok hasonló cipőben járnak szinte mindenki, és akkor mindig lehet valami okosot hallani, azon kívül pedig délutánonként általában ilyen 6 órától vannak általában hetente egyszer-kétszer előadások, különböző workshopok, stb., amiken néha én is részt veszek, és akkor ott is érdekes dolgokat lehet hallani. Hát általában ugye, amikor kezdik az emberek, akkor ezt feketén csinálják, aztán egy idő után rájönnek, hogy ezért mégiscsak valamilyen módon legalizálni kell az egészet, ezt az úgynevezett outsourcingot, tehát a kiközvetítést. A startupoknak, tehát az újonnan alakuló vállalkozásoknak ahhoz, hogy az ötleteikből működő vállalkozás legyen, számos egyéb tényezőre van szükségük. Kellenek olyan tudásközpontok, ahol a vállalkozó szellemű fiatalok képezhetik magukat. Erre kiválóak az úgynevezett startup hubok. A szabadkai IT közösséget már egy éve a Startit központ próbálja összefogni és segíteni a munkában. Hallottuk Zselyko Czernyákovicstól, a szabadkai Infostud Hub és Startit központ koordinátorától. A szabadkai Startit központ körülbelül egy éve működik, és azóta a helyi IT közösség találkozó helyévé vált. A központ különböző előadásokat, ingyenes továbbképzéseket szervez. Célunk elsősorban vállalkozásra ösztönözni az embereket és a fiatalokat az IT felé irányítani. Igyekszünk heti rendszerességgel szervezni valamilyen találkozót, ez néha csak rövid tapasztalatcsere, de mindig nyitott az érdeklődők előtt. Különböző témákkal foglalkozunk, vállalkozással, programozással, marketinggel, menedzsmenttel, produktivitással és egyebekkel. Igyekszünk mind a kezdők, mind a tapasztalt szakemberek számára találni olyan témákat, melyek érdekelhetik őket, illetve segíthetik a munkájukat. A résztvevők kérdezhetnek is. Lehetőségük van ismerkedni hasonló érdeklődésű, illetve tevékenységű emberekkel, és egy bizonyos fajta networkinget biztosítunk számukra, és bővítjük ezáltal a közösséget. Emellett a központ helyet biztosít azoknak, akik nem szeretnének egész irodahelyiséget bérelni. Itt kapnak egy asztalt számítógéppel, internettel, egy meghatározott, de kedvezményes összeg fejében. Sokféle ember dolgozik itt, vannak önálló vállalkozók, szabadúszók, és olyanok, akik különféle cégekben vannak munkaviszonyban. Szerveztünk szakmai tanfolyamokat is, mint például a programozói tanfolyam, melyet tavaly októbertől decemberig tartottunk, részt vettünk az állami átképzési programban, amikor a 6 hónapos tanfolyamon 16 embert képeztek át az IT-szektornak. Ők már a képzés gyakorlati részénél tartanak, és ha befejezik, hiszem, hogy legalább 30%-uk azonnal elhelyezkedhet. Emellett gyerekeknek is szervezünk tanfolyamokat. Nem vagyunk iskola, de arra törekszünk, hogy minden programunk akár saját eszközökből, akár pályázati pénzekből valósítjuk meg, ingyenes legyen a résztvevők számára. A Startup Akadémia alap elképzelése, hogy minden szükséges képesítést és tudást biztosítson a fiatal, felnőttek vállalkozói ötleteihez, és hogy ezeket meg is tudják valósítani. Őszre a Google mentorai fogják tanítani őket termékstratégiára és üzletfejlesztésre, tapasztalatokat osztanak meg velük, megmutatják, hogyan fejlesszék a technológiát, a marketinget, a prezentációs képességeket. Ez felbecsülhetetlen érték.
Nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Vukašin Stojkov, a belgrádi Started központ koordinátora. Felbecsülhetetlen érték a számunkra egy olyan szakember ideje, aki a világon a legjobb 100 között van, még ha csak néhány órára is látogat el hozzánk. Átadja a tudását, és ez olyan fajta tapasztalat, olyan érték, amit pénzért nem lehet megvenni, mert az ilyen mennyiségű felhalmozott tudás nem található meg a piacon. Nem most lesz a nagy nagyzsistó. A belgrádi Started központ részét képezi a Szabadkai is, és még néhány városban működik ilyen központ. Mindegyikük önállóan dolgozik, önállóan valósítja meg a programjait, s bár a Google képzésben nem vesznek részt, azért támogatást, segítséget ők is kapnak a belgrádi központtól, mondta a szabadkai koordinátor. Nekünk is van hasznunk ebből a projektből, hiszen részesülünk abból a tudásból és forrásokból, amit a belgrádi központ valósít meg. De konkrétan nem veszünk részt a mentori programban, mert Szabadkának még nincs kellően fejlett startup közössége. Egyelőre inkább a nagyobb központok Újvidék, Belgrád iránt érdeklődnek, mert ott több lehetőségük van a mentori programra és talán a befektetésekre is. Minden esetre Szabadkán is igyekszünk megteremteni a feltételeket a startupok fejlődéséhez, és remélem ez sikerül is. Hivatalos elemzések szerint Szerbiában az elmúlt 2,5 évben közel 5000 új cég alakult a programozás területén. Tavaly több mint 2000 új vállalkozás jött létre, idén pedig az első 6 hónapban kétszer annyi, mint 2016-ban. Ez jelentős profitot is jelent, mondta a szerbiai RTV-nek Szava Babic, kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési miniszteri tanácsos. Ezek a 2017-ben alakult cégek, a valamivel több mint 2000 vállalkozó vagy KFT, várhatóan 4 milliárd dináron felüli nyereséget fog megvalósítani. A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 9 városban támogatja a startup hubok, a technológiai inkubátorok és az IT-szektor fejlesztését, és erre a célra 2018-ban 25 millió dinárt különített el.